Egy éve élünk egy járvány sújtotta időszakban, és látva a korlátozásokat, az emberi veszteségeket, még jobban tudjuk értékelni saját életünket, azokat, akik önzetlenül tevékenykednek nemes célokért az élet számos területén. Ők ebben a nehéz helyzetben önkéntes munkával, adománygyűjtéssel, a bevásárlásban való segítségnyújtással is helytálltak. Most mi is megtehetjük, hogy személyi jövedelemadónk 1%-ának felajánlásával bizalmat szavazzunk nekik. Segítsük a megyében működő civil szervezetek munkáját. Ez arra lehetőség, hogy a megyében élő állampolgárok, de minden magyar állampolgár, aki jövedelemmel rendelkezik, a jövedelemadója 1%-át felajánlhassa közösség számára fontos tevékenységet végző civil szervezeteknek, úgynevezett közhasznú civil szervezeteknek. Ez a forrás, ez számukra nagyon fontos, közcélra tudják felhasználni, és az állampolgárok számára is egy fontos voks arra, hogy ő azt a tevékenységet fontosnak érzi. A Szabolcs-Szatmár-Velencei Civil Közösségi Szolgáltató Központnak nagyon fontos feladata az információ áramoltatás, a civil szervezetek tanácsadása, különböző hírlevelet adunk ki számukra, nagyon sok területen, honlapon, Facebookon elérjük őket. És most az 1%-os kampányban is fontosnak tartjuk, hogy elérjük őket, és arra biztassuk őket, hogy az utolsó egy hónapban, hiszen május 20-ig ajánlható fel az 1%, érjék el tagjaikat, érjék el a szimpatizánsaikat, és kérjék meg, hogyha nem ajánlotta fel, ajánlják fel. A Hieroters Egyesület, amely fönntartja a Civil Közösségi Szolgáltató Központot, is egy olyan szervezet, aminek fel lehet ajánlani, de a megyében nagyon sok civil szervezetnek fel lehet ajánlani. A magyarországi állampolgárok ugye évtizedek óta felajánlhatják az adójuk 1%-át a közhasznú szervezetek számára. Ezeknek a szervezeteknek az egyik legfontosabb bevételi forrása ez a támogatás, amit számtalan úton tudnak hasznosítani. Igazándiból olyan feladatokra használják, ahol nincsen normatív támogatás. Ilyen például nálunk a Bereg Ifjúságért Közművelési Szabadidő Egyesületnél az állatvédelem. A mögöttem látható állatotthonban 60 kutyának a gondozását biztosítjuk ennek a támogatásnak a segítségével. Magyarországon ma nagyon sok olyan civil szervezet működik, amelynek működéséhez szinte elengedhetetlen az, hogy önök az adójuk 1%-ával támogassák ezeket az alapítványokat, egyesületeket. A Gyerekekért SOS 90 Alapítvány is egy ilyen tulajdonképpen civil szervezet, amely több mint 25 évet tartja fent a Kedvesház kollégiumot. A kollégiumon keresztüli célja az, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek számára is ugyanolyan utakat és lehetőségeket nyissanak meg, mint amelyek szerencsésebb társaik számára rendelkezésre állnak. Célja még, hogy a tanulmányaik befejezése végén a gyerekek ebben a társadalomban megtalálják a helyüket, és azt értő és érző fiatalokká váljanak. Köszönjük a támogatásukat! A Segítőkéz az Elesetteknek Alapítvány elsősorban Kisvárdán és a térségben élő hátrányos helyzetű beteg gyermekek, gyógyíthatatlan gyermekek, illetve fizikai vagy lelki válságban lévő embereknek a megsegítésére jött létre. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a beteg emberekért lehajoljunk, és az egészséges emberek bevonásával éreztessük azt, hogy milyen sokat számít az emberség a mai világunkban. Tudjunk segítőkezet nyújtani olyan hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek, felnőtteknek, hisz az ifjúságvédelem és a gyermekvédelem is fontos számunkra, akiknek ez lehet a kiinduló pontja arra, hogy majd a jövő Nobel-díjasai állhassanak előttünk. Az 1% nekünk 100% segítséget jelent, és mi is hálásak vagyunk, mint meg annyi szervezet ezért. Ha ön is úgy érzi, hogy szívesen segítene az adója 1%-ával, és ezzel segítőkezet tud nyújtani nekünk. Köszönjük! Nagyon nagy jelentőségű ez a dolog, az adó 1% felajánlása, mert ez nagyon sok emberen segít. A mi esetünkben például hátrányos helyzetűek segítésével foglalkozunk az alapítókirat szerint. Nagyon nagy az igény, a kérelem, akik segítségért fordulnak hozzánk, nem csak nekünk. Mi ugye nekünk ez a fő tevékenységünk, a hátrányos helyzetűek esélyeinek javítása, de a többi alapítvány egyesület esetében is nagyon fontos ez a dolog, hogy akár a programjaikat tudják sikeresen megvalósítani, akár pedig segítséget nyújtsanak a hátrányos szenvedőknek.